Sok szeretettel üdvözlök mindenkit, újabb szezon, új hős, új játékmód. Season 12 kedden droppolt, igen. Ugye megérkezett Juno, egy videó már készült róla, amikor még ki lehetett próbálni. Illetve a Clash mód mostantól beindult. Volt is egy map, a nem tudom most így a nevét, de majd Hanoaka talán. Azt hiszem azt még ki lehetett próbálni az előző szezonban. És ugye majd Rankedben az ugyanúgy lesz ez az új mód. A rank az újra kezdődött, szóval... És akkor igazából ennyi történt, meg most szokásos módon, mint mindig. Megnézzük a Battle Pass-t. A mostani Mighty Kotos Reaper kapta. Ja, nem shop, Battle Pass. Szóval kezdjük is. Na, egy eléggé tetszetős skinnel indítunk, igaz, hogy... De nem, amúgy ez jól néz ki. Oni? A skin? Anára? Amúgy nem néz ki rosszul. Csak igen, egyiptomi a karakter, és akkor japán skin, de amúgy nagyon tetszetős. De mindegy, amúgy jól néz ki. Jól van. Nézzük tovább, ami olyan... Nem tudom, hanyadik highlight intro már. Doomfist-re is egy ilyen... macskával. Jól van. Gondolom ez Doomfist macskája, vagy nem tudom. Victory Pose Power Stance Ramatrára. Make it rain emote. Jól van. Szóri a diva pénzt. Pachimumi Weapon Charm. Oh, Tot skin Ilarira. Wow, amúgy. Ez az egyiptomi vibe, ez jól néz ki. Tetszetős, nem néz ki rosszul. Ha nézem jobban meg a fegyvert, ja ez. Ez is tök jól néz ki. Nekem tetszik, király. Jó. Nézzük meg a pylont. Jól van. Okés. Nem mondod, hogy ma eddig is lehetett a Battle Pass dolgokat kipróbálni? Kinézeteket szerintem nem, vagy lehet rosszul tudom. Wow. Na. Mik vannak? Kneeling Victory Pose Kirikónak. Nem néz ki rosszul egyébként. A térdelés egyiküknél se. Momentán. Dorothy Ash. Oh. Fadinamit. Nem egy rossz kinézet annyira, szerintem. Jó ez. Egy ilyen metal bobot láthatunk, hogy ilyen, hát, ja, olyasmi. Menjünk tovább. Life Waver-re emote, na végre, ez már tetszik. Ez eddig jó kezdődik. És ingyen van, az meg még jobban tetszik. Quiver Happy Victory Pose Hanzónak. Jól van. Még egy Zarya skin. Apep. Epic. Hát ez ilyen sárkányszerű, vagy... Hát... Vagy nem feltétlen sárkány, inkább ilyen gyíkszerű, vagy nem is tudom. Vagy kígyó, inkább kígyó. Úgyhogy most így elnézem a tetoválást a kezén. Inkább kígyóra hajaz. Jól van. Volt már azt hiszem egy Epic Zarya skin, de... Nem tudom, ez lehet ez egy kicsit annál másabb, meg lehet jobban is néz ki számomra. Jakofagus. Weapon Charm. Mumi. Baptiste-nek.
Nem, nem rossz, nem rossz. Igen, ez most egy ez ilyen full egyiptomi stílusú ez az egész Battle Pass. Hát az Oni, Anaskint leszámítva, az momentán nem egyiptom. Faroahmon, bocsánat. Nagyon szép vagy. Még egy charm. Last Child, Victory Pose Ilarinak. Na, hajós kapitány Sigma, hoppári. De volt már valami ehhez hasonló skin Sigmára. Vagy ez a Scuba Driver, vagy valami olyasmi ilyen búváros. A kapitány. És még forogja a kis kerék. Ha. Jó, nem néz ki rosszul, jó ez. Sigma kapitány. Ez tök okés. Szandálba. Mehet a hajóra a Sigma. Highlight intro, Taking Flight Echo. Jól van. Aha, Polar Skin Luciónak. Souvenir az nem nagyon izgat most úgy. Polar Skin az már volt, azt hiszem, Tracerre meg Sojournre. És akkor Lucio is kap egyet, hát... Amúgy nem néz ki rosszul. Letisztult fekete-fehér-narancs kombó. Hát akinek nincs skinje rá, és első Battle Pass-t veszi, ez tökéletes annak például, mert nem néz ki rosszul. Én is elfogadnám, csak úgy mondom. Mert nem néz ki rosszul. Hiába epic. Anubis Weapon Charm. Eyes on me, na ez nem is rossz Victory Pose. Bár én azt a trónosot azt jobban szeretem Junker Queen-re, személyesen mondom. Nekem az jobban bejön. Az jobban őt szimbolizálja. Best. Doomfist-re. Amúgy. Hát annyira nekem nem bejövős, de nem rossz. Ja, hupsz, és ennyi. Ja, igen, a Mighty-t is mindjárt szemügyre vesszük. De amúgy kusztumizálhatóság terén nem annyira rossz, így ahogy elnéztem. De jó, inkább megvessük még egyszer, ha újon. Ja, négy szint van. Custom Ability Effects and Sounds. Az sosem baj. Szóval ez a Basic. Az Anubis Reaper-re. A Sin Cavalcade az nekem... tetszik így az alap, ez nem rossz. Wow. Nézzük meg a második szintet. Aha. Na, itt van kusztumizálhatóság. Az sose baj, ha van több fajta. Nekem a sosincs bajom. Aha. Ez is jól néz ki. A fehér kéket azt nagyon imádom. Legtöbb Mighty skin, amim ha van és lehet rajta fehér-kék kombinációt alkalmazni, azt avval a lendülettel alkalmazom, mert imádom azt a kombót. És ez itt is így van, de az első színnel is tök jól néz ki, szóval teljesen mindegy. A második is olyan rossz. Jó, és akkor... fegyverben még nem volt új. Na ez az effekt, ez marad? Na ez az effekt, ez nagyon, ez nagyon baba. Aztán a fegyver az nem is változik, mi? Nem. De egyébként így ezzel az effekttel, így a maszkok terén, a első kettő az nagyon jó, hát ez már inkább ilyen mumifikálódott, ilyen szörnyszerű. De akinek ez nagyon tetszik, hát oké, nekem ez már kicsit átmegy ilyen ijesztőbe, de a másik kettő az azt mondom, az tökéletes. Egy effektet szemügyre veszem mindegyik színben, nem úgy. Tök faszal. Nekem adja. Most nézzük ki. Ez a vörös is, vagy pirosas is. Ott van a szeren. Na jó van. Nagyon. Adja. Jól van. És igazából végére is értünk ennek így. Mert Junót azt már bemutattam. Szóval, ja. Egyiptomi témára váltottunk most, egy-kettő japán skinnel, hogyha még van anán kívül. Köszi a figyelmet! Egy kövű videóban majd találkozunk, addig is minden jót és
Sziasztok!